Dear friends, greetings from Eskişehir. We are going to through a coronavirus pandemic that profoundly affects the whole world and changes our daily life. The pandemic has underscored the world's fragilities, which extended for beyond the field of health. Additionally, it was shown how urgent it was on climate change. Now, the big question is whether can be better prepared for situations like this in the future. Turning adversity into opportunity is possible. We have never been this close to acting together to build a more just and sustainable world. By adopting a sustainable approach for our cities, we can achieve better outcomes with less resource and increase social and health investment. From my point of view, Remourban made a significant revolution by addressing one of the greatest challenges of the 21st century to transform traditional cities into smart cities. This project brought us to the end results that we want, which were improved quality of life for all residents developed. I strongly believe Remourban will be a global model of smart city for tomorrow's cities. The city of Nottingham has really benefited from being part of Remourban. We've been able to improve the insulation and heating technology in more than 350 homes in an inner city area called Snenton. We've been able to use new innovative means to improve efficiency, and we've also been able to introduce better charging infrastructure for our electric vehicles. We've now got one of the biggest fleets of electric buses in Europe. We've learned a lot of lessons through involvement in Remourban, and we need to use those to help us in our drive to be carbon neutral by 2028, the first city in the UK. Valladolid is an innovative city committed to the protection of the environment and to sustainability, qualities which have been reinforced with the development of the Remourban project. Among the many achievements that Remourban has brought to Valladolid, I'd like to highlight in the field of energy, the energy rehabilitation of over 400 homes in one of the city's districts, in which thermal conditions have been improved and which have been equipped with heating by means of biomass boiler and photovoltaic panels for the generation of electrical energy. Valladolid was the first Spanish city to join the Net Zero Carbon Buildings Commitment, which aims to make residential buildings carbon neutral by 2050. Another axis of the Remourban project is that related to mobility. In this area, more than 400,000 euros have been allocated to financial incentives for the renewal with electric vehicles of the last mile delivery fleet. Likewise, the network of public use recharging points of electric vehicles has been completely renewed. The fleet of city vehicles has also been increased with electric cars, which reinforces Valladolid's commitment to sustainable transport, in line with what was agreed by our City Council in July 2019, having signed up to the United Nations proposal on climate change and the reduction of pollution emissions by 2030. The results of the Remourban project in Valladolid have been quantified in matters such as energy consumption savings and the reduction of CO2 emissions by means of a citywide information collection platform. In short, Remourban's experience has been very enriching when it comes to designing the model of the city we want, in which innovation is essential on the road to sustainability and in order to face with resilience enforcing situation that may arise in the future. Bienvenue à Seraing. Seraing en Wallonie, en Belgique, une ville au passé industriel important, une ville avec des enjeux merveilleux demain de reconversion.
La ville de Seraing a participé au projet H2020 en tant que follower city dans le cadre du projet Remourban. Et ça a été pour nous une merveilleuse expérience. Encore merci de nous avoir permis de participer à cette expérience. Ce que nous avons appris de nos partenaires en tant que follower city nous a permis vraiment de commencer à concrétiser de vrais projets en matière de mobilité, en matière d'énergie sur le territoire de notre ville. À titre d'exemple, pour fin 2020, on pourra dire toutes les pistes nécessaires pour faire en sorte que notre ville soit une ville 100% cyclable. C'est un projet extraordinaire, hyper important, et vraiment cette motivation nous a été donnée dans le cadre des échanges fructueux avec nos partenaires. Et je citerai également un exemple merveilleux qui a été donné dans le cadre de la revalorisation énergétique des différents logements sociaux. Seraing est une ville avec un passé industriel et donc un passé social et une actualité sociale importante. Le logement social est énorme ici au niveau de Seraing et donc la rénovation de ce logement est vraiment important. On a un vrai projet de rénovation énergétique des logements sociaux et ça, on le doit à nos partenaires. Encore merci pour tout ce que vous nous avez appris lors de cette merveilleuse expérience. Miskolc, Magyarország harmadik legnagyobb területű és negyedik legnagyobb lakosságszámú városa. Az agglomerációval együtt mintegy 300 ezer ember otthona, munkahelye, szellemi központja. Bár korábban a Vas és Acél fővárosának is nevezték, jelentős nehézipari tevékenysége miatt az elmúlt 30 évben egy megújuló, zöld, élhető város bontakozik ki szemünk előtt. Miskolc nevezetes egyeteméről, országos hírű gimnáziumairól, mint a Földes és a Fényi, történelmi örökségéről, valamint az Anzsó királyainknak otthont nyújtó felújított vár, a társadalmi kulturális eseményeiről, mint a Miskolci Színefest filmszemle, a Bartók plusz Operafesztivál vagy a Kocsonya Fesztivál, természeti, turisztikai szabadidő szépségeiről, mint a Tapolcai Barlangfürdő és a Lillafüredi kastélyszálló. Miskolc nagy örömmel csatlakozott 5 évvel ezelőtt, 2015-ben a Remourban konzorciumhoz, mint követőváros, hiszen az energiahatékony gondoskodás, a természeti értékek védelme, a környezetbarát közlekedés kialakítása, valamint az infokommunikációs eszközök csatosorba állítása a városlakók tájékoztatásának érdekében már korábban is megjelent városstratégiai céljaink között. Mindeközben Miskolcváros Smart projektje is gazdagították a Remourban közösséget. A nagyléptékű geotermikus energiaforrás integrálása a távhőszolgáltató rendszerbe, az 1 megawatt kapacitású napelempark a korábbi hulladéklerakón, a hatékony épületenergetikai fejlesztések, mint a Diósgyéri óvoda megújulása esetén, a 13 új elektromos járműtöltőállomás, a CNG zöld buszotta jelentősen csökkentette a város környezet terhelését és javította levegőminőséget. Az okos oszlopok telepítése, a zártláncú intelligens kamerarendszer, az infokommunikációs applikációk és a városi információs rendszer fejlesztése interaktív módon kapcsolódott a Remourban fejlesztések körébe. Nem állunk meg, további smart és green fejlesztéseken dolgozunk, és Miskolc nagy szeretettel és nyitottsággal várja a látogatókat, elért eredményeink és további fejlesztési terveink bemutatására. Biztosak vagyunk benne, hogy polgáraink elkötelezett együttműködési és fejlesztési szándéka, valamint a hazai és nemzetközi pályázatok és erőforrások hatékony felhasználása elősegít minket a follower követő státuszból a lighthouse, mint a városi státuszba való eljutáshoz.